Csókon, pezsgő van? Nincs. Hát akkor nincs más választás. Én kell csinálni egy pezsgőt. A reám villant a hátamon, kiütések lesznek, ha megszólal, beszáll a por is. Huldokolni kezdek, lélek fog a bőrben, én meg tudom. Szervusz István, Nagy István. Szervusz Öcsi, szervusz Barni. Szia. Egy pár kérdést fel szeretnénk tenni a Pesgő parancsolatban. Te itt egy tragikus szerepet játszol, igaz? Hát, tragikomikust, ha igaz. És milyen csomó vígjáték, mert általában legtöbbször vígjátékokban játszottál. Igen, mi a kabaré előadások előtt, után, közben szoktuk mondani, hogy mi drámai színészek vagyunk. Hát ráragad könnyen az emberre az, hogy komics színész, ahogy mondani szokták. De persze, hogy játsztam drámai szerepeket, és nagyon szívesen játszom, hiszen úgy van, mint a kulináris élvezeteknél, hogy az ember jól lakik a haboskrémessel is, és időnként egy jó csülkös passzolt is befalna. Hogyha ennek vannak nehézségei, akkor mik a nehézségei? Hogyha vannak, hogyha nincsenek, akkor? Hát az a tapasztalatom, hogy komédiát játszani sokkal nehezebb, mert az egy olyan eleven interaktív műfaj, hogyha nem nevet a poénon a közönség, akkor gáz van. A drámát viszont el lehet játszani szépen elejétől végig, anélkül, hogy a közönségre ügyet is vetne az ember, és akkor a végén vagy tapsolnak, vagy nem, vagy szeretik az embert, vagy nem. Nekem azt tetszik, hogy nem azt látom, hogy egy figurát játszol, hanem, vagy hogyha érhetek ezzel a szóval, hanem én azt látom, hogy Nagy István beledulik ebbe a szerepbe. Ezt én jól látom, vagy nem látom jól? Hát valószínű, hogy igen, és ennek megvannak az alapfeltételei, hiszen Székely Csaba állítólag rám, vagy ránk mindannyiunkra írta ezeket a szerepeket, és nem kellett túlságosan elrugaszkodnom önmagamtól, bár azt mondják, hogy a legnehezebb, amikor az ember önmagát próbálja játszani a színpadon. 55 évesen szembenézek egy csomó mindennel, amit az életben tettem, vagy nem tettem, és ugyanezeket a kérdéseket feszegeti a darab is, és ezeken kell nekem elgondolkodni, vagy ahogy mondtad, időnként beledögleni. Ha mosolyog az egész házban, kihúnynak a fények, ha nevet körbe fonnak engem, húsevő vények. Itt van Lőrinc Ágnes kolléganőnk. Ágnes, én rajtad nőttem fel, én ugye Szatmári vagyok. Ezt hogy érted? Olyan értelemben, hogy én, amikor én elkezdtem színházba járni, akkor én téged láttalak nagyon sokat a színpadon. Tényleg? És, igen, és hogy érzed magad Vásárhelyen? Mint aki végre hazajött. Egy torkon akadt hosszú szálka, vagyok én meg ő is. Ha igaz ez a feltételezés, hogy nem csak te alakítasz szerepeket, hanem szerepek is alakítanak téged, igen. Akkor ez a szerep... Mivé alakított engem? Igen. Köszi, befejezte, csak így a hajom meg kell igazítsam. Testi, energetikai vagy lelki szinten? Testi, energetikai és lelki szinten is. Kezdjük a ebben a sorrendben. Külsőleg mindjárt tudok sodorni, hogy sodorni, pödörni. Egy kis bajuszat, mert sajnálok, hogy te levágtál. Ugye én úgy nézek ki ezzel, mint egy keletnémet. Én te, mint egy francia. Színész, te, mint egy francia. Jó, ezt megbeszéltük, ezen kívül milyen fajta lelkivel. Hát ugye próbálom megközelíteni is a figurát, és keresem, hogy hogy van ennek te is, hogy van ennek az embernek a lelki felépítése. Nyilván nem olyan összetett, mint egy Csáó hős esetében, de azért ezen is ugyanolyan komolysággal kell dolgozni. Azt hiszem, ebben a mikrofonban kell beszélni, közben ott van. Jó van. Na, egyéb kérdés? Hát... Ugye egy ilyen butácska színezt játszik, nem? Nem nehéz ez nekem, nem nehéz ez nekem, amiből dolgoztam. Tehát, azért jó az alapanyag. Hozott anyagból könnyű dolgozni, szokás mondani.
középszerű, sőt rossz színész kell alakítanom, így hát ez rám van írva ez a szerep. De hát pont ez a néz, mert te nem vagy egy középszerű is egy függelék a középszerűségről. Hát igen. Most jól vagy? Most? Hát igen, mindjárt be kell menni a színpadra, és húzni egy kicsit. Igen. Meg az NBA-t. Tudod, a kösz. Ne rólad a terhe. A tüsszent még a derült ég is, őllámokat szór rám. Milyen érzés úgy elénekelni egy dalt, hogy nem hagyják a nézők, hogy elénekeld a dalt? Folyton beletapsolni, nem? Igaz? Hát... igen. És milyen igen. Érzés? Hát jó érzés, biztosan. Azt fejezik ki, hogy tetszik nekik a dal. Megáll a karórán. Van olyan pillanat az adásban, hogy elérzékenyülsz? Nem feltétlenül a te részedben, hanem egyáltalán. Hát van, persze, de még akár az én részemben is, amikor elmegyek a kórházba Béla bácsihoz. És végül is ott mondja el Ernőke, mert ugye úgy hívnak, a darabbeli nevemen is egy Ernőke, és akkor ott mondja el, hogy Béla bácsi mennyire kedves és jószívű is, hogy mennyire támogat engem és tehetségesnek tart. És akkor ettől ugye Ernőke is elérzékenyül egy picikét. Itt van egy szép lány, egy kicsit így csávosabban fogok most beszélni, mert szép lányokkal mindig ez a reflexem támad. Alexa, igaz? Igen. Te játszod az egyik főszerepet, Annát, ebben az előadásban, ahogy ne drágám van. Én azt szeretném megkérdezni, hogy amióta ezt a szerepet játszod, mint hogy felnőttél a nagy színházban, azóta egy többen megismernek az utcán, ahogy sem. Nem szólnak utána, hogy művésznő. Nem szólnak utána. Például a Facebookon sokkal több lájkod van, mint amennyi eddig volt. Az sem, de hallottam már dolgokat. Milyen dolgokat hallottál? Az egyik tanárom említette, hogy a buszon hallott, hogy beszélnek róla. Mit beszéltek róla? Mit beszél volt a szóta? És ugye mondjuk én kezdő színházba járó lennék, vagy mondjuk azt így öt előadáson voltam eddig is, én haladó színházba járó szeretnék lenni, akkor így mit mondanál, hogy miért jöjjek el megnézni ezt az előadást? Jó szórakozás. Kikapcsolódás. Remekek a zeneszámok. És a koreográfiák. Is. Igen. Terem alatt kövés, egy torkon akadt hosszú szárka, nagyok én megölés. Igényes és szórakoztató. És gyertek el. A kamerában nézve, elmondod ezt a pont valami baj? Álló, mert ez eléggé jó promoszolják. Álló. Valami baj? Van? Nekem tetszenek ezek a például ezek a szövegpoénok, szójátékok, szituációk ismétlése, ami rávilágít egy kicsit a mienségünkre. Akár ismétlődő szituációkkal, itt van magyar vagyok, Barni. Tehát van egy csomó ilyen szituáció, ami visszaköszön az előadásban. És szerintem ez déjà vu érzést vált ki a nézőből, és ez jó dolog. Jó, okosat mondtam? Igen, nekem tetszett. Elég egyetemi volt? Elég, de ez szép volt. Ezt beleírtad a doktoriba? Nem, megyek, beleírom. Köszönöm szépen. Szia! Buda, tisztiszkodik! Buda, Zivan! Rádő Zsófia. Kiváló hegedű művésznő. Látjátok ezt? Ezt? Ha barátod nem volt féltékeny a hegedűdre? Nem volt féltékeny. Köszönöm szépen a választ. Tehát nincs barátod. Erre következtettem. Igen. Köszönöm. Ezt a barátod. Volt a következtetés. Készülünk az elmondásra. Megyek át itt. Fantasztikus. Köszönöm. Pest.